Rózsaszín lufikkal, rózsaszín ruhadarabokkal és szalaggal üzentek az ország almánál gyülekező fehérváriak. Székesfehérvár önkormányzatának képviselői, sportolók, a Merrákban közvetlenül vagy közvetetten érintettek, fontos egészségügyi téma miatt érkeztek el október 1. szombatján a város szívébe. Idén is figyelemfelhívó közös sétára várták az itt élőket. Együtt az emlőrák ellen, ez olvasható a hátam mögött. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. És ahogy azt megszokhattuk, itt Székesfehérváron is rengeteg nő és férfi érkezik el minden alkalommal erre a fontos eseményre, mert hogy ennek a programnak a célja a prevenció. Hiszen minden élet számít, és a program természetesen nem csak a hölgyeknek és a hölgyekről szól. Lehetett Covid-járvány, lehetett gazdasági nehézség, mi valamilyen formában akkor is minden évben ezt a napot megtartottuk, mert nagyon fontosnak tartjuk a figyelemfelhívást. Egyrészt ugye a nőknek nagyon veszélyes a merrák erre, de nem akarunk senkiről elfeledkezni. Mi azt szeretnénk, hogy talán így a nőkön keresztül a férfiakat is sikerül elérnünk, hiszen ők vigyáznak rájuk, hogy mindenki gondolja egy kicsit át itt a Covid után, a saját egészségét, milyen szűrésre lenne szüksége, mi az, amit ő saját maga megtehet magáért, ez a legfontosabb. A merrák szűrésen résztvevő nők száma azonban súlyosan lecsökkent a Covid óta. Minél korábbi stádiumban felfedezésre kerül, annál inkább megvan az esélye a teljes gyógyulásnak. A megelőzésnek a legfontosabb eszköze a szűrővizsgálat, amit két évenként egy veszélyeztetett korosztály, a fokozottan veszélyeztetett korosztályban lévő nők számára egy levéllel, egy meghívó levéllel indítanak el, amire sajnos még mindig nagyon kevesen mennek el. Sajnos 10 hölgyből 4 az, aki igénybe veszi a szűrővizsgálatokat a megyei adatok alapján. Magyarországon évente mintegy 7000 új merrákos beteget diagnosztizálnak, közülük 2000-en belehalnak a betegségbe. Kolléganőnk Kovács Szilvia is azok közé a nők közé tartozik, aki megküzdött a daganatos megbetegedéssel. Nem csak a Fehérvár Média Centrum csapata, de azok a székesfehérváriak is erőt meríthetnek történetéből, akik közvetlenül vagy közvetetten, de megtapasztalták a merrákkal járó küzdelmet. Rossz, mert hogy ugye át kellett, hogy essek ezen a betegségen, viszont azzal a céllal jó, hogy itt tudok lenni, és ilyenkor el tudom mondani a gondolataimat, és talán-talán tudok erőt adni azoknak, akik esetleg most küzdenek a betegséggel, most is többen vannak itt ilyenek, sorstársaink, és hát én abban reménykedem, hogy ez a rendezvény is, meg úgy általában a mindennapokban is fel tudjuk arra hívni a figyelmet, hogy el kell menni a szűrővizsgálatokra, figyeljünk oda. Én jelenleg azért vagyok itt, és minden évben egészen ameddig tudok, itt leszek, és mindig azt fogom hangsúlyozni, hogy a fiatalok is figyeljenek oda magukra. A programon a püspöki palota sarkánál található sátorban mammográfiás vizsgálatra is kérhettek időpontot azok a hölgyek, akik magukkal vitték a szűrésre szóló meghívót, de bárki kérhetett tanácsot, információt. Ezzel együtt pedig rengeteg nő, édesanya, feleség, nagymama életét mentheti meg a tudatos odafigyelés.